szerintem legalábbis arra jó lesz. Meglátjuk, hogy... Ja, Beyondor. Micsoda pozitív hozzáállás. Főleg, de igen, látom. Simple, az összes új játék gatya. Hát, én ezt mondtam is nektek, nem hiszitek el. Én megcsinálom a bemutató videókat, mert tudom jó, hogy ez a... Ezt én szeretném. Tehát az új Star Wars-ot is szeretném, de nem... De ezekkel én még nem tudtam érvényesülni. Lehet, hogyha lenne 100 000 követőm, akkor már lehetne számokat produkálni vele. De... Szerintem messze vagyunk, messze vagyunk. Ezek egyszerűen az új játékoknál... tehát én hiába streamelem az első pillanatban. De például nyomtuk a Bunyesszal a Forestet. Úgy képzeled el, hogy mi megvettük a játékot, tehát itt ültünk a Steamnél, 7 órakor lehetett a Forestet megvenni, és itt ültünk és vártuk a játékot, hogy feloldja, itt frissítgettük. Elkezdtünk vele játszani, megjelenés után 1 perccel, és a nézők között már volt olyan, aki leírta az meg, hogy úgyhogy én nem tudtam semmi infót a játékról, de a nézők már tudták. Én nem tudom, hogy párhuzamosan nézték más streamjét, vagy hogy honnan szedték ezeket az infókat, hogy mit, hogyan kell, de a nézők már akkor tudták. Tehát az a baj, hogy ha előveszek például Need for Speed Underground 2-t, az azért megy olyan rohadt nagyot, mert azt nem streameli nagyon senki, jó a hangulat, szerintem tudok beszélni a játékkal kapcsolatban sok mindenről, meg amúgy is, és az úgy oké. Okay. De egy ilyen játéknál, mint a VRC-nél is, ennél a VRC-nél azt gondolom, hogy bemutató videó nagyobbat fog menni, mint a Dead Space-ről. De csak azért gondolom, mert a VRC-ről szerintem magyar bemutató, hát minőségi biztos, hogy nincs. Amúgy sem nagyon hiszem, de hogy minőségi nincs, az tuti. És holott egy jó játékról beszélünk, szerintem. Amúgy én az 1 perc minuszommal is pályázok arra a top 3-ra. Én meg nem mondom azt az 1 perc minuszról szedtem össze. Öt másodperc, ez nem tudom, ez hogy jön ki, de... Elbasztam. Itt a kanyar. Lehet, hogy egy restart lesz. 4. Mindegy, menjünk akkor 4. Bele. Belefér. Itt a vége. Eddig én próbálkoztam, de itt a vége. Az
az amúgy TikTokon miért ilyen darabos a Life is Strange folyamatos? Azért, mert a TikTok, a stúdió az annyit tud, amennyit tud. Meg a TikTok Live stúdió, én nem tudom, hogy működik, de nem pixeleződik be, hogyha esetleg lejjebb megy. Bizony, az van, hogy egyszerűen nem mindegy, melyik platformot nézed. Nem tudom, ne kérdezz. Nem értek hozzá, de rohadtul nem mindegy, hogy melyik. Egyszerűen nem mindegy. Mert hogy még milyen nettel, milyen nettel. Nem. A poén kedvéért a Twitchnek 6000 a bitrátája, a TikToknak 10000. Tehát a TikToknak kellene jobbnak lenni. Hát az eleje jó volt. De mondom, 2 órával ezelőtt nem tudtam vezetni a játékba. Ezt légy szíves. Egy kanyart nem bírtam bevenni. Ezt vegyük figyelembe, jó? Most kezdtem a játékot, tehát hogy ahhoz képest top 3 lenne a cél, de akkor a bűntim van. Baj. És alvászkaristolás belefér. Azok ahhoz képest tényleg, hogy honnan kezdtük, elég jól vezetek. Jövünk. Ok, nem. Határeset. Ennyi az út? Mi a fasz? Innen van még esélyem? Próbáljuk meg, nem akarom restartolni. Mi a... Ezek ekkorát dobnak? Kenyó! Én már kitoltam a Dead Space remake-et, olyan fél órás bemutató videóm van róla, basszus. Az egész gáz volt. Lehet, hogy már kezdek fáradni. Gyerekek, mondtam, én minden nem mondom el még egyszer. Van YouTube csatornám, ott lehet, hogy találtok érdekes dolgokat, ennyit meg sok, csak lehet. Nem biztos, csak lehet. Én most 2023-ban kimerem jelenteni, ez a játék szerintem a Dirt Rally-nál jobb, de hogyha mikor ezt a játékot telepítettem, valaki azt mondta volna nekem, hogy az jobb, mint a Dirt Rally, én tudja, hogy kiröhögöm. Hát biztos, hogy nem hittem volna el. Játszottam a 2 évvel ezelőttivel, nem azt mondom, hogy rossz volt, de hát egy telefonos mobil játék a Dirt mellett, de ez nekem jobban bejön. A végén tényleg profi pilóta leszek, nem? Láttok bennem lehetőséget, skacok? Hát egy-két kanyart még gyakorolni kell. Hiszem a növényzetet is. Ne, mert ott azok a buckák dobálnak. Hogy inkább lassabb tempót megyünk. Jó. Square left cut 100.
Ja, amúgy kiraktam, gyerekek, a DC cselegőbe a heti cuccokat, hogy ki hány órát nézte a héten a live-ot. Nem mondok semmit, nézzétek meg. A top 20, ugye? Top 20 van kint. Innentől pedig észre. Nem baj, ha lassabbat megyünk. Nem baj, ha kicsit lassabban. Elsők úgyse leszünk. Összesítésben már. De utolsók nem kéne, hogy legyünk. Hú, ezt még be lehetne hozni. Mi a fasz? Hát ez hogy van? Ne! Na jó, hát ez így bukta. Ne? Beragadt. Mindegy, benne van. Nem ismertem. Nem ismertem a pályát, úgyhogy ezt bevállalom. Ez csúnya volt. Igen, Mizol, mindenképp. Nem olyan rég nyomtam ki az It Takes Two-t, ez a bajom amúgy. Meg lehet egyébként. Még a top 3 az net. Nem baj, József. Jó volt ez így is. Jó volt ez így, nem baj. Első nekifutása szerintem nem panaszkod. Ezt viszont megcsináljuk. Bréket engedjük. Turbóba belenyúlok. 98-ra. Így lesz. Persze. Persze. Hogyne? Mivel nyomom a gáz, gondolattal? Szerintem a követést. Persze, egyértelműen. Horvát ország. Na, erre iszok egy kis öpszit. Én ezzel megyek, most nem tudom, ez karriermód. Tehát, hogy nem tudom, hogy mikor lehet majd választani, mikor lesz izé. Nekem ez van. Ez a csapat. Hát választottam csapatot. Volt három lehetőség, de mindegyik azt hiszem Fiesta volt. Mert ez a DRC, nem tudom, hogy vannak ugye a harmadik, meg a Forma 3 olyan. Hát nem a nagy VRC kocsikkal megyek. Four, three, two,
Hát ezek 20 kilométer, szosszú lesz. Figyeljetek, most megpróbálok nagyon odafigyelni. Még eddig is azt csináltam, de most itt duplán. A nyikorgást hallottok meg, recsegés, ropogás, kormányom, bocs. TikTok mindent fölvesz, még azt is kell, hogyha izé, hangosabban veszek levegőt. Gyerünk. Oda se fogok nézni, hogy mi az idő. Itt az pont középen írja, úgyhogy ha figyelek, látom. Into left 5 short. Into right 5 long. And left 5 short. Into right 2 long. And left 3 tightens medium. De hosszú a pálya, ha most itt jól megyek végig, akkor meg lehet már a harmadik, nem a harmadik, a utolsó előtti helyet meg lehetne csípni. Esőnek nem örülök. Csak beleférnek. Tartsuk valahol a lépést az elsővel. Az a cél. Első kettővel. Az a pika eső miatt ez... Mentől csúszkálni fogok. Egyből ott van a három. Á, de na itt láttátok, hogy mennyire csúszik. Remélem mindenkinek feltűnt, hogy a padló gázon bazzik egy helybe kaparok. Jézusom! Innentől, mint a takony. Nagyon jól meg van csinálva a játéknak ebből a szempontból a fizikája, csak az eddigi száraz, remek vezetési élmény az kuka. Itt olyan havasra vált, annyira nem, de szerintem dodge-emesebb lesz. Hát az eső. Is szárad. Left 5 short into right 4 medium. Megint esik. Into left 6 cut and caution square left big cut. Into left 5 into right 5 narrows 100.
left 5, bumpy, into right 6, short 80. Square right, don't cut, widens 200. Akkor visszafordító? Azaz. Sokat segít, látjátok, hogy már képben vagyok. Meg. Nem emlékeztem a korlátra. Ami meg tudok fordulni vele. Benne van. Rohadt hosszú az a szakac. Hogy? De az oké, hogy ilyeneket csinálok, ez rendben van, de nincs rendben, de... De hol van ez a 25 másodperc? Ez egyszer elkezd esni az eső, és a játék szarrá ver. Á, katasztrófa, valami nem faszál ezzel a kocsival. Gyerekek, ez vége. Valamit nagyon oda basztam. A 27 az rettenet. Most már lesz a 40 is. Kitör, kifordul balra féknél, nem jó. Valami nem. Na, ezt nem csinálta eddig. Ez itt én voltam a hibás. Máskodszok, igaz, hogy gyakorolni kell még ezért az a 20 kilométeres verseny, már az előbb a havasnál is izzasztott. Nagyon sok. Ezt már most már elfogytam. Koncentrálásba kezd
a vége lenni. 10 perce megyünk, és még... Hát még legalább egy 7-6 perc van belőle. Minimum. Kurva hosszú. Nem, hát nem tudok odafigyelni. Cső, Rudi. Na ez a balra kitörés, ez viszont tudja, hogy valami sérülés a kocsin. Mert ezt nem kellene csinálja. Ha már megint esik, mindentől meg vége. Bárki küldött bármit, köszönöm. Ez a gumikopás komment volt. Bocsánat, nem, csak elolvastam. Nem, most már mindegy, az a baj, hogy... meg a család, igen. De az a baj, már annyira nem nincs esélyem, hogy megnyerjem ezt a... vagy beérjek a top 3, top, nem top 6-ba. Ma 6. helyen kívül, vagy ma mindegy. Szerintem ezt így el is engedem. Guruljunk végig. Ezt akkor le van szarva. Ha innentől annyira takony lesz a kocsi, szerintem, én arra gondolok, hogy szerintem alapból... az meg. Meg kéne nézni ezt a gumikiosztást, hogy... hogyan működik. Esélyem nincs visszataladni innen. Nincs. Meg kell nézni majd a menübe ezt a gumi leosztást, mert én arra gondolok, hogy úgy van megoldva a játék, hogy a gumikat, sőt, szerintem ezt el is lehet izélni. Give up a cél? Ja, eladom. Toretto okoz, de akkor rükvercbe kell nyernem. Már nagyon sok lett volna. És 5. vagyunk. Értek, ez az a játék, ami ténylegesen arról szól, hogy mint a Forma 1, hogy nagyon-nagyon sokat bele kell tenni. Nézzünk már egy, mert szerintem én már nem folytatom ezt a karriert. Ezért megnézzünk egy olyat, hogy Quick Play. Van bőven egyébként pálya. Teljes mindenség is benne van. Én egy Horvátországot néznék meg, hogyha nem mentem el mellette 20-szor. Itt van. Én lehet, hogy rámennék egy rövidebb szakaszra. Menjünk egy VRC kocsival, mit szóltok? Nézzük meg a kis Toyotát. Mindenképpen, de le kell szedni a kocsiról, hogy 5 percben jól tudjak vele menni. Nagyon fontos, kacok. Életbe vágó. A kíváncsiságból, hogy mennyit fejlődtem, szerintem faltól falig fogom ütni, de törődjünk vele. 5, 4, 3, 2, 1, go! Right stick short, 80. Square right, don't cut, widens, 200. Megugorja a 200-at nagyon hamar.
Kézi fék, bassz meg. Nem, nem, már nem tudja berakni. Jó, mindegy, nem nyerni jöttem, csak tesztelni akarom a VRC kategóriát. Aztán, de miért nem fordul be? Ugyanúgy tekerem, mint a kis Fiesta-nak. Left 3, into right 5, cut into left 4, medium 50. Right 2, narrow. Ezzel még gyakorolni kell, gyerekek. Brutálul megy. Into left 3, short and left 2, 80. Right 5, tightens 3, short, into left 3, 100. Right 4, into left 3, don't cut, and right 4. Into left 4, keep into right 5. What? Into left 4, short, and right 5. And left 5, small cut, into right 4, 100. Let's go again. Mekkorát sér, mondjuk minimumra, vagy nem minimumon. De úgy van, nem úgy van beállítva, hogy nagyon törjön a kocsi. Hát azért törik. Az a hang. Aha, VRC, de most már csak bóckodok. Kiviszi? Kiviszi. Akarok egy tesztbemutatót a játékra, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy külső nézetben hogy működik a dolog. Ó, a hang az nagyon jó. Így még jobb. Ez az a hang, amire csak így nyomnod kell a gázt, mert megőrülsz. Van pici kipufogója van, hogy az ami kegyetlen. Nézzünk egy törést. Ez az. Szép. De már nagy durranás nem lesz. Hát ugyanaz. Kapja. Kapja, de nem annyira. Ja, hát nincs úgy beállítva a törés, hogy hogyha úristen legyen, úgyhogy igazából ennyi. Na jó, Askacuk, én nem mondom, hogy még vége a live-nak, de a VRC-nek igen részemről, mert én elfáradtam. Nem, ez nem Supercharger. Azt mondja, egy dolgot ne felejts el, jobb lába gázon, bal lába jobban. Ez ugye. Jó, mindenképp, ezt megjegyzem. Ez tetszik. Tetszik. Miért kell bezárni a játékot azért, mert kihúztam a kormányt? Nekem ez jobban bejön. Megmondom őszintén, hogy nekem... Nem, a Dirt, én a Dirt Rally, nekem a Dirt 2.0-val nem a játék magával van bajom, hanem sokkal inkább azzal van bajom, hogy nekem az nincs benne ez a szezon. Tehát amit itt megkapsz, de nekem pont az hiányzik a Dirt Rally-ból, vagy Dirt 2.0-ból. Igazából ennyi. Igazából ennyi. Tehát nekem ez egy óriási probléma. Ezért tetszik ez jobban. Kövezzetek meg. Viszont fizikában meg nem tudom, nem vagyok izé rally versenyző, de Gran Turismozni szoktam. Egyelőre mindjárt igen a összességében azt mondom, hogy ez a játék ez iszonyatosan nagyot fejlődött, úgyhogy tény és való. Nagyon jó lett. Nagyon rendben van ez a game. Figyeljetek, Gratok, én amondó vagyok, hogy elteszem magamat. Holnap jövök, lehet, hogy korábban. Nem tudom, hogy mikor, meglátjuk. Lehet, hogy tudok kezdeni korábban. Milyen kormányod? Én is akarok venni majd. Kizu. Thrustmaster T300RS.
Én, hogyha engem kérdez, Logitech-et ne vegyél, bárha csak nagyon ilyen hobbi szintre, akkor vegyél Logitech-et. A Transmaster egy másik szint, egy fokkal jobb, de ha érdekel ez a dolog, akkor inkább írjam privátba, azt mondom, megdumáljuk, meg elmagyarázom, hogy melyik, miért, mi a különbség. Nekem levehető a kormány, tudom cserélni, már mint maga, amit tekergetek, azt itt kiszedek egy csavart, lehúzom, pak, felrakom a Forma 1-es kormányt, azt meg. Minden pénz kérdése. Na jó van, jó éjszakát mindenkinek, legyetek jók, holnap jövök, azt toljuk tovább. Na, szevasztok, sziasztok, cső.